Tegnap láttam a Facebookon, hogy kiadtál egy könyvet, illetve kiadtatok egy könyvet, mert ott is írtad, hogy itt azért egy elég nagy csoport van emögött a könyv mögött. És én egy, mondjuk úgy, hogy a háború után a nagymamám az a könyvterjesztéssel foglalkozott, tehát mint ilyen értelemben régi könyves, én magam is dolgoztam az állami könyvterjesztő vállalatnál, mint régi könyves ránéztem a Facebookon megosztott képre, és egyszerűen első látásra beleszerettem ebbe a gyönyörűséges könyvbe, nem csak azért, mert a színvonala az végre kimondhatom azt, hogy ismét egy csodálatosan szép könyv a könyvpiacon, hanem egy elképesztően hiánypótló munka az, amit itt te vagy ti elvégeztetek, hiszen a magyar cukrászdákról és kávéházakról írtok, márpedig aki egy picit is a történelemben jártas, az tudja, hogy Magyarországon elképesztő kultúrája volt, különösen a kávéházaknak. Hogy jutott az eszedbe ez az ötlet, hogy egy ilyen könyvet írsz, hogy egy ilyen témáról fogsz egyfajta elképesztő minőségű munkát kiadni? Hát 2017-re vezetnek a szálak vissza, hiszen ez egy egyéves munka eredménye ez a kötet, és ott is az előzményekkel azzal kezdeném, tehát az ötletre visszamenve, hogy itt Szegeden formálódott egy nagyon jó csapat kollégákból, újságíró kollégákból, könyves kollégákból, és olyan könyveken gondolkoztunk, olyan könyvek készítését álmodtuk meg, ami maradandó, értékálló és a magyar értékeket, ha lehet így mondani, mutatja be, amire büszkék lehetünk. És hát ugye a cukrászdák, ahogy mondtad is, mindenképpen ide sorolhatók, már csak így a történelmi múltunkra tekintettel, és az egykori világszínvonalú cukrászdai hagyományainkra tekintettel. És hát olyan előzmények voltak még, hogy a kiadó, illetve ez a csapat már több ilyen úgynevezett kézműves ágazat összefoglaló bemutatását és mai aktuális helyzetének a bemutatását tűzte ki. Így volt ennek a könyvnek már előzménye, a Jó Magyar Pálinka, a Jó Magyar Sör, a kisüzemi sörfőzésről. Most egy pékkönyv jött ki, és hát ebbe a sorba gondoltuk egy nagyon fontos mérföldkőnek ezt a cukrászkönyvet. Hát ez volt az ötlet. Egyik könyvnél se tudtuk, hogy mi lesz belőle, mire számítsunk. Itt nagyon sokat számított, hogy az adott szakma, jelen esetben, hogy a cukrászok hogy fogadják a mi ötletünket, mennyire nyílnak meg, mennyire állnak mellénk, mennyire támogatják ezt a kiadványt, hiszen nélkülük nyilván nem tudjuk megírni és elkészíteni. És hát azt kell mondjam, hogy már az első lépéseknél, mikor az ötlet megfogalmazódott, azt láttuk, hogy valóban, ahogy mondtad, egy hiánypótló kötet lehetne ez a munka. Egy olyan átfogó bemutatását gondoltuk a szakmának, amiben benne van a történelem, benne van a kultúrtörténet, az ipar, szakmai ipar története, és benne van a mai helyzet, egy körkép a mai 21. századi magyar valóságról, hogy el tudjuk helyezni magunkat, illetve a cukrász szakmának a aktuális helyzetét, és ennek a koncepciónak az eredménye lett ez a kötet. Nyilván ez azt is jelenti, hogy sokféle írás van benne, sokféle szereplő van benne,
az ország minden pontjáról, és nem egy regény nyilvánvaló, amit az ember elkezd olvasni a elején és a végén befejezi, hanem ez egy olyan könyv, amit bárhol föl lehet lapozni, bárhol lehet belőle néhány oldalt olvasni, néhány történetet elolvasni, és mindegyik a magyar cukrászdák és kávéházak történetéről, hagyományairól és jelenéről szól. Amikor belenéztem a kötetbe, akkor azt láttam, hogy korabeli képekkel is, korabeli enteriőrökkel is foglalkoztatok, csodálatos fotók készültek. Az egész valami olyan fantasztikus hangulatot áraszt, hogy szinte az embernek rögtön kedve lesz elmenni egy cukrászdába, beülni, és hát itt azért nem tudom, hogy vagy vele, de a cukor ugye az nem túl egészséges. Na most ehhez képest azért én, ha elmegyek ma egy cukrászdába, és nem akarok itt neveket mondani, akkor időnként óriási sorok állnak a cukrászdákban, vagy akár előtte, és hát igen, szóval szeretjük az édességet. Te hogy vagy ezzel? Hát ez egy jó kérdés és egy jó fölvetés. Én megmondom őszintén neked, Jenő, én nem vagyok egy édes szájú, és nem is ez volt a fő motiváció, hiszen nem ilyen gasztrotúrára indultunk itt a munka során, hogy most mindenhol süteményeket együnk, és aztán egy év után rájunk a mérlegre. Nem ez volt a cél. Mi mindig az embert kerestük, a cukrászda mögött álló embert, és az ő történetét, és az ő személyes sorsát, küzdelmét, sikereit, arculatát próbáltuk megrajzolni, tehát azért mi mindig az embert kerestük. És hát emellett persze a sütemény is megjelenik, hiszen mégis csak itt mindenki süteményeket készít, és mindenkinek azt az arculatát, hogy ő milyen süteményeket készít, nyilván bemutattuk a könyvben, ez is kiderül. De mégse úgy kell ezt a munkát és ezt a könyvet elképzelni, hogy mi bementünk a műhelybe, és ott a fortélyokat és a gépeket tanulmányoztuk, és a technológiákat, és valami nagyon szakmai tudást próbáltunk volna megszerezni, hanem pontosan inkább, ahogy te is hát megközelítetted ezt a dolgot, azt a népszerűsítést, azt a kezdcsinálást, azt az ismeretterjesztést szerettük volna elvégezni, hogy aki ezt a könyvet kézbe veszi, annak igen, legyen kedve elmenni a cukrászdába, legyen kedve felfedezni azt az értéket, amit a magyar cukrászdák képviselnek, mert ezt kevesen tudjuk, és ugye nekünk magyaroknak van azért egy olyan, hát nem tudom, betegségünk vagy defektünk, hogy így mondjam, hogy mindig azt gondoljuk, hogy máshol jobb, meg nyugaton ez van, az van, meg nem tudom hol, bezzeg ott mi van, meg itt nálunk semmi sincs, meg minden olyan rossz. És eközben ugye a saját értékeinket nem veszük észre, hogy itt mennyi jó dolog született és születik most is, és pontosan ez a cukrászdai kötet és a magyar cukrászdák története erre egy kiváló példa, amin keresztül ezt megláthatjuk. Tehát volt egy világszínvonalú hagyományunk, ami a könyvben is olyan történetek vannak, hogy ugye már 1914-ben az egyik cukrászmester megnyerte a Párizsi Édesség Világkiállítás fődíját, Kélszigeti Dékány Mihály Amerikában úgy nevezték a Bombon királynak, Belgiumban úgy tanítják őt, a csokoládé hazájában, hogy ő volt a világ legnagyobb mestere, és itt mi semmit nem tudunk róla, és egy pár éve lett egy emléktábla avatva Cegléden, úgyhogy a ceglédiek azt se tudták, hogy ott született, a ceglédiek azt se tudták, hogy ki az a Kélszigeti Dékány Mihály,
És egy belga csokoládémester árulta el egyszer, ami a könyvből kiderül, a ceglédi cukrásznak, de ez is a véletlen műve volt, mert a ceglédi cukrász egy csokoládé tanfolyamon odaadta a névkártyáját a belga csokoládémesternek, és látta a névkártyán, hogy cegléd. És megkérdezte, hogy hát hogy őrzik Herr Dékány úr hagyományát mostanában a cegléden. A ceglédi cukrász meg hát csak hümmögött, ahogy a könyvbe írjuk, de mindenképpen valamit mondania kellett, és annyit mondott, hogy hát elég visszafogottan. És ez elindított egy olyan kutatómunkát, amiben aztán a szakma nagy öregjei, Dabner úr, Szervánszky úr, Pataki úr, minden tudásukat felhasználva, és egy szeglédi helytörténész bevonva, fölfejtették Kétszigeti Dékány életének valós megtudható elemeit, és azóta minden évben van emléktáblakoszorúzás, azóta minden évben vannak az önkormányzat bevonásával komoly rendezvények, és hát ugye a saját értékeinket igenis érdemes ilyen módon felfedezni, óriási történetek kerülnek ki a cukrázzák történeteink keresztül. Azt hiszem, gyerekkorunkból mindannyian emlékszünk arra, hogy voltak csodálatos nagymamák esetleg, akik csodálatos süteményeket tudtak sütni, és hát valahol talán, amikor az ember elmegy egy cukrászdába, akkor talán akkor kerül a legközelebb ahhoz a cukrászdához, ha azt mondja, hogy ennek a süteménynek a számban van az íze. Tehát, hogy ez olyan, mint amilyet a nagy csinált. És úgy érdekelne, hogy ebben a könyvben esetleg gondoltatok-e arra, hogy egy-két receptet is közreadtok, vagy esetleg voltak-e cukrászok, akik szívesen megosztottak valamit a tudásukból a nagy közönség felé? Gondolkoztunk ezzel nagyon sokat, többször is, hogy tegyünk-e a könyvben recepteket. Na most, amint látod, ugye a könyv így is 2 kg-ot nyom és 432 oldal, receptek nélkül. Na most, ha még ezt tovább fokozzuk receptekkel, itt már komoly terjedelmi és szerkesztési kérdések merültek föl, ami miatt végül is ettől elálltunk, de nem zárkózzunk el attól, hiszen már az ötlet fölmerült, hogy egy második kötetben kifejezetten a receptek... Tehát, hogy egy gyűjtést rendeztek esetleg receptúrák szempontjából. Igen, de hát ugye receptes könyv van azért sok ilyen könyv, ami a cukrászdák történeteit és hagyományait mutatja be, azért ilyen nincs, tehát mi mindenképp ezt a hiánypótlást szerettük volna elvégezni. De viszont, amit mondasz a süteményekre, az nagyon igaz, tehát ugye ott vannak a levédett magyar receptek, az Eszterházy, a Dobos és a társai, ez azért egy tekintélyes számú recept. Ott vannak az országtudta receptek, amik az elmúlt 11 néhány évben, amióta ez a mozgalom elindult, ugye a Cukrászipar Szövetségnek köszönhetően. Azok is nagyon fontosak, és azoknak vannak ugye cukormentes változatai, tehát az mind ugye rendelkezésünkre áll, és ugye itt a könyvben szereplő cukrászáknak azért mindenkinek van házsüteménye, házbüszkesége, legnépszerűbb saját kreatúrái, amikből egy kiváló könyv születne, amivel benne van a tradíció, benne van a magyar hagyomány, és benne van a jelen, benne van a fiatalok újítása, a mai magyar cukrászdai kultúra kreatív ereje, tehát ez mind egy kötetben, ezeken a recepteken keresztül látszódna. Ugye egy történet eszembe jutott azzal kapcsolatban, hogy mondtál, nagymama süteménye és az íze. Tehát ma egyik az, hogy ma Magyarországon az egy óriási dolog, tehát hogy mindenkinek van, ahogy van mindenkinek fodrásza, meg fogorvosa, ugyanúgy van kedvenc cukrászdája. És mindenkinek megvan az a személyes kötődése.
És nagyon sok cukrász mesélte, de hát mi is nyilván családi, meg egyéb kapcsolatokból tudjuk azt, hogy azért vegyük észre, hogy ez egy kincs, mert ha elmegyünk Európa más tájára, vagy a világ más tájára, azért kevésen adatik ez meg, hogy gyakorlatilag ma Magyarországon egy 5000 fő fölötti településen mindenhol van egy családi műhely, aki cukrászda, aki ezt a kézműves mesterséget űzi becsülettel, szorgalommal, hajnalba kell, napi 12-14 órát dolgozik, és ott mi friss süteményt vehetünk, nem a nagy bevásárlóközpontban tartósítottat, a fagyasztottat, a konzervet kell vegyük, hanem frissen készült, jó minőségű süteményt kapunk, és hát mesélték cukrászok, hogy Madridba élt, nem tudom hány évig nem tudott egy süteményt venni. Bécsbe született a magyar cukrász, egyébként sose élt Magyarországon. Itt csinált egy cukrászat, és rendkívül boldog, hogy itt az ember, hogy itt benne van a kultúránkban ez, hogy elmegyünk a cukrászdába, veszünk süteményt, és ez tényleg megmaradt mindenféle történelmi viszontagság ellenére, amikor pár évtizedig azért minőségről meg virágzó cukrászati kultúrára nem lehetett beszélni, de hogy ez így újjáélett, és a családok újra kezdték és továbbvitték, és most újra egy fantasztikus cukrászdai élet van Magyarországon, ez egy fantasztikus kincs. És egyébként éppen Ceglédre visszatérve ott mesélték, hogy volt egy hölgy, aki ausztrál. Az, hogy ausztrál magyar-e, azt nem derült ki, de ment rendszeresen. És beült a sarokba, hátat fordított mindenkinek, és ott ette a madártejet. És észrevették, hogy mindig sír. És hát aztán egyszer megkérdezték tőle udvariasan, finoman, hogy esetleg valami gond van a kiszolgálással, vagy valami probléma van, és akkor elárulta ez a hölgy, hogy hát az igazság, hogy a nagymamája készített mindig neki madártejet. Bocsánat, csak elcsuklik ilyenkor azért a hangom. Mondta, hogy nagyon sok helyen kóstolta, amikor jön Magyarországon madártejet, és itt találta meg azt az ízt, ami neki ezt az emléket fölidézi, fölhozza, és mindig elmegy oda, beül a sarokba, hátat fordít mindenkinek, és eszik egy madártejet. Szóval elképesztő történetek ezek. Kevesen tudják, hogy ugye Kossuth Lajosról miért van ennyi sütemény ellenző, ott ugye a Kossuth kifli a legismertebb, és ugye azt gondolná az ember, hogy Kossuth Lajos hát ilyen édes szájú volt, de Kossuth Lajos nem szerette az édességeket, nem volt különösebben édes szájú. Ugyanakkor az a tisztelet, ami őt övezte, az eredményezte, hogy mindenhol süteménnyel fogadták, és a tiszteletére neveztek süteményt. És hát ugye van egy cukrász, aki gyűjti a recepteket, ami Kossuth Lajos nevével összefügg. Kossuth golyó, Kossuth tészta, Kossuth kifli, és számtalan ilyen sütemény, és évente egyszer szerveznek emléknapot, egy ilyen hetes rendezvényt, amikor megcsinálják ezeket a süteményeket, és meg lehet kóstolni. Még olyat is megszerzett, amikor Kossuth Lajos Amerikába ment, hát a szabadságharc újraindításához kampányolni és támogatókat szerezni. Ott ugye óriási tömeg fogadta, és a helyi cukrászok is készítettek a tiszteletére süteményt. És hát ezt a baltimóri sütemény receptjét is megszerette ez a magyar cukrász, és ez is a repertoárban található. Tehát évente egyszer ezeket szeptemberben meg lehet kóstolni. És hol van ő helyileg? Ez a békebeli cukrászda. A békebeli cukrászda. Békebeli cukrászda.
Ugye maga ez az országtudott mozgalom is egy fantasztikus dolog, hiszen a tradíciók mellett elindított egy olyan mozgalmat, ami a cukrászok kreativitását mutatja meg és hozza elő. És én azt gondolom, hogy itt nem is a verseny a lényeg, meg hogy ki győz, hiszen minden évben nyilván győz valaki, és mindig van ezzel kapcsolatban vita és nézetkülönbség és szakmai érvek pro és kontra. De nem is ez a lényeg, hiszen ahogy a cukrászokkal beszélgettünk, az kiderül, hogy az a fontos, hogy részt vettek, az a fontos, hogy összejöttek, az a fontos, hogy alkottak valami újat, és ebben mindig ott van a magyar tradíció, hogy magyar alapanyagok, valami új hungarikum szülessen, mint ahogy a jellemzően a országtorták mögött mindig olyan alapanyagok és olyan ízvilágok használata van, ami a mi Kárpát-medencei kincseinkre jellemző, akár a köleses torta, akár a pándimegy torta, akár az őrség aranya, ami ugye az őrségi tökmagolaj használata, meg a tökmag, mint ránkemző, vagy a mák használata, ami szintén kárpát-medencei dolog, a méz, a pálinka, és ezeknek a kreatív felhasználási módja. Tehát én azt gondolom, hogy ez is a cukrász szakma színvonalát és erejét és megújulását jelzi, hogy gyakorlatilag ma is születnek új hungarikumok, amikre büszkék lehetünk, és amellett azért megmaradtak a egykor méltán híres kedvencek, a beigli, a szaloncukor, a rétes, a dobos, az Esterházy, ugye az a Bécs, Budapest, az a monarchia korabeli, Zaher, tulajdonképpen ezek a tradicionális ütemények azért alapvetően a monarchia idejére nyúlnak vissza, és ezeknek a népszerűsége, vagy egy krémes, töretlen, nyilván itt is vannak olyan újító cukrászok, akik ezeket újra gondolják és kicsit mai formában modernizálják, de azt gondolom, hogy az alapok azok változatlanok. Arra nem gondoltatok, hogy esetleg megpróbáltok így családi titkokba beleférkőzni, idézőjelben ezt a beleférkőzést? Tehát, hogy esetleg valami gyűjtő munkával, nyilván ez óriási munka lenne, tehát receptúrákat kérni, biztos, hogy rengeteg ilyen Sári néni receptje a mit tudom én mákos beigliről és így tovább, és hogy esetleg ebből egy ilyen gyűjteményes kötetet, lehet, hogy nagy zöldséget kérdezek, elnézést, nem lehetne, igazából vannak ilyen rejtett receptek, azért a cukrászok alapvetően azért próbálnak azért nyilván a mai közízlésnek is megfelelni, hiszen mégiscsak egy cukrász egy vállalkozás, ahol el kell tudni adni azt a süteményt, és mondjuk egy 100 évvel ezelőtti receptet nem minden esetben lehet eladni, hiszen sokat változott a technológia, sokat változtak azért az alapanyagok minősége, ma már inkább ezeket a könnyedebb süteményeket kedvelik, amikor már nem olyan tömény, hanem lazítják, meg musszkrém van, meg ilyen mentes, olyan mentes, tehát nyilván a 100 éves receptúrákat őrzik, de azért azt is figyelembe veszik, hogy most azzal a mai világban hogy lehet boldogulni. Egyébként a családi legendáriumok nagyon fontosak a könyvben, tehát pontosan a könyvben nagyon több generációs cukrászat története van, és tényleg azok a titkok vagy legendáriumok, amik a történetekből előkerülnek, ha nem is ugye receptek formájában, de
a történetük által. Azt gondolom, ezek önmagában nagyon tanulságosak, érdekesek. És mellettük ott vannak a fiatal újítók, akik a tehetségükkel már az elmúlt pár évben bizonyítottak, és rengeteg újat tudnak mutatni a szakmának, és azt gondolom, hogy e szakmának ez a sokfélessége, átfogó bemutatása. Tehát mi nem csak a nagy cukrászdinasztiákkal foglalkoztunk, vagy csak a fiatal, új hullámos, trendi szereplőkkel, hanem valahogy együttesen a szakmát próbáltuk bemutatni, és ebben olyan határterületeket is érintettünk, mint például a csokoládémesterek. Tehát van benne például egy olyan csokoládémester, hát ez is egy fantasztikus történet, hogy elmész Angyalföldön, a 13. kerületben, ami azért nem a rózsadomb, azért mondjuk ki, és hát egy olyan környék, ahol lehet, hogy nem biztos, hogy úgy a célpontjai között van az embernek, amikor valami gasztró útra indul, és ott van egy kis hely, egy kis ajtó, egy kis szalon, egy kis műhely mögötte, és egy olyan fantasztikus történetet rejt ez a anyaföldi hely, hogy 8 éve egy a gazdasági válságból szakmát váltott menedzser, egy kitanulja ezt a szakmát, és 8 év alatt olyan sikert ér el. Ugye itt nem a 100 éves történetről beszélünk, mint a 4-5 generációs cukrász családoknál, hanem egy olyan tehetségről, aki pár év alatt gyakorlatilag az összes világversenyen csokoládé témában mindent megnyert, amit lehetett. Most 60-valahány arany meg ezüstéremnél tart, az összes terméke gyakorlatilag díjazott nemzetközi szinten, és ezek a legrangosabb nemzetközi versenyek, és az ő neki az egyik csokoládé rangsorját első magyarként beválasztották a világ legjobb 50 élelmiszerek közé, ami egy óriási elismerés, hiszen itt nem csak édességek vannak, itt mindenféle élelmiszer verseny, ez a világ legjobb 50 élelmiszerét minden évben megválasztják, és abból 3 csokoládé volt, és abból az egyik az ő csokoládéja, és hát ebbe soha előtte magyar élelmiszer nem került be, és ezt így gyártják, mondom, Angyalföldön egy kis műhelybe, szóval ezek fantasztikus dolgok, és én a könyvértékének ezt tartom többek között, hogy ilyen történeteket tudtunk felkutatni és bemutatni, és így egy csoportba szedni, és azt gondolom, hogy tényleg van mire büszkének lennünk, és ezt a jó dolognak tartom, hogy ilyeneket tudunk ezáltal a könyv által kicsit népszerűsíteni, és hát én azt mondom mindig, hogy tehát van mire büszkének legyünk, csak észre kell vennünk magunkról ezeket az értékeket. Köszönöm szépen!